1996-ban az első Ebugatta adások egyikében szerepelt a Somogyvári Vitéz Kennel, és ismételtem most itt a Centrum TV műsorán is benneteket köszöntelek. János, kivel érkeztetek most a stúdióba? Hányadik generációból származik ez a bulmaszti fotok? Hát ezt Somogyvári Vitéz Arának hívják, és ez 15. generációs kutya nálunk. Tehát 15 izigrend Somogyvári Vitézből van. Mikor először jártatok az Ebugattában, az ott hol tartottatok már? Hát akkor 6. generációs kutyák voltak még. Tehát azért jó sok év eltett, de a barátságunk azt hiszem teljesen töretlenül és folyamatosan megmaradt, mint nektek is a fajta iránti szeretet. Miért lehet ennyire szeretni ennyi éven keresztül egy ilyen bulmasztifot? Hát annak idején, mikor még nem volt bulmasztifom, akkor olvastam egy könyvben, hogy aki egyszer találkozik egy ilyen kutyával közelebből, annak a szerelmese lesz, és utána semmilyen más kutyafajta nem érdekli. Hát én pont ugyanígy jártam. És az egész családod is, hiszen lányod Somogyi Erzsébet is itt van most velünk. Mi ugye a legjobb barátnők vagyunk, ezt elmondhatjuk úgy, hogy tegeződünk is természetesen kutyásként. Buci, te már ebbe az egészbe születtél, ugye kutyás családba bele. Milyen más ez az életedben? Mit jelentett ez másképp? Én máshogy nem is tudom elképzelni, tehát mivel ebbe születtem bele, a kutyák az átszövi az egész életemet, nem véletlenül. Nagyon rengeteg barátot szereztem a kutyás berkeken belül, nem is tudnám máshogy elképzelni. Akinek egy kicsit beszeretnéd mutatni a bulmasztifot, mit mondanál róla? A bulmasztif az eredetét tekintve Angliából származik, és a vadőrök őrzővédő kutyája volt annak idején. Amúgy egy iszonyatosan kemény őrzővédő fajta, viszont nagyon családcentrikus, imádja a gyerekeket, nagyon könnyen tanítható, mozgékony, így hirtelen így ennyi, és egy nagyon szeretető emberi fajta. János, azért sokan félreismerik ezt a fajtát, pont ahogy Buci is mondta, hiszen őrzővédő kutya. Egyrésztről talán azért, mert nem viszik el mondjuk kutyaiskolába, nem tudják, hogy kell nevelni. Másrésztről meg házi kedvencként kezelik, és egy kicsit emberiesítik. Te melyiket látod, melyik nagyobb probléma? Hát a fő probléma az, hogy amikor 28 ezelőtt megismerkedtem ezzel a fajtával, ez valóban egy nagyon kemény fajta volt egész Európa szerte. Tehát sőt, volt egy idő Németországban be is tiltották, mint harci kutyát, holott ez nem igaz. Ez egy nagyon kemény verekedős kutya amúgy, de a tenyésztés, vagy inkább a kiáltási anomáliák miatt ezek megváltoztak, tehát elmentek az irányba, hogy ilyen családi kedvencet neveltek belőle, habár lehet így is nevelni, csak én jobban szeretem, hogyha keményebb ez a fajta kutya. Egy jó vérvonalból származó és egy jó helyről származó kutya, ugyanúgy családi kutya és ugyanúgy házőrző is? Természetesen, most amikor a bulmasztifról beszélünk, akkor mindig a jó részéről beszélgetünk a dolgoknak, mert sokan félreértik, hogy aztán bulmasztif, de hát sajnos a fajtán belül is, meg az összes kutya fajtán belül is vannak olyan egyedek, amik nem felelnek meg a paramétereknek. Tehát ezeket az emberek eltévesztik nagyon sok helyen. Hát most egy igazi bulmasztifról beszélgetünk. Az igazi bulmasztif az ilyen. Buci, szerinted honnan lehet kiszűrni, hogy honnan válaszunk egy ilyen fajtát? Egy szaporítót, egy tenyésztőt mi különböztet meg? Akik hozzátok mennek, miket szoktatok elmondani nekik? Én úgy gondolom, hogy elsősorban aki ezt a fajtát választja, több helyre menjen el, nézze meg a tenyészeteket, nézze meg, hogy ott milyen kutyák vannak, milyen körülmények között vannak tartva, milyen vonalból származnak, milyen az ősök, mit tud mondani az egész vonaláról a fajtának. Én ezt így hirtelen így... gondolom, hogy ezt így kell. A laikus, aki csak azt látja, hogy ott van 3-4 aranyos bulmasztív kiskutya, és már látta egy kutya kiállításon esetleg a felnőtteket, szerinted mit tud megnézni egy kölyök kutyán? Hát egy kölyök kutya meg tudja nézni, hogy milyen eleve a kölyök kutyának, fekszik-e egy sarokba, játszik-e, oda megy-e hozzá, hogy viselkedik a többi kiskutyával szembe, tehát ez mind fontos. Tud ebbe segíteni a fajta klub is, esetleg érdemes hozzájuk is fordulni? Jelen pillanatban még a fajta klub nincsen olyan állapotban, hogy ebben állást tudjon foglalni. De az ott lévő tenyésztőköz természetesen nyugodtan így lehet van, fordulni. Bármikor. János,
Te van olyan ember, akinek nem adnál bulmasztifot? Milyen körülmények közé? Értem itt, mert mostanában nagyon divat lett ez a kérdés, hogy jó-e lakásban kutyát tartani, egyáltalán nagy testű kutyát. Van-e olyan körülmény vagy embertípus, akinek abszolút nem ajánlod ezt a fajtát? Nálunk ez egészen másképp működik. Hát egy csomó embert nem ajánlom természetesen, mert ez is nem tehát nagyságától fogva nem fog vele bírni. Az, hogy egy nagy kutyát lakásban tartnak, a kutya mindig az ember mellett érzi a legjobban magát, nem a kennelbe. És ezt sokan eltévesztik. Tehát igazán a kutya a lakásban érzi a legjobban magát a gazdájával. Tehát az hogy most lakásban tartják, vagy kedvez, ez teljesen mindegy. Csak amely kutya lakásban van, az nyilvánvaló, hogy azt nagyon sokszor kell levinni, sokat kell vele foglalkozni, és egyáltalán, de viszont sokkal jobb kutya lesz, mert kontaktusban van a gazdájával. Ezt mindezért mertem kérdezni, mert tudom, ugye sokat járok hozzátok, hogy nálatok lakásban is, kertben is egyáltalán egyaránt ott vannak a kutyák, mint családtagként élnek veletek. Hát sajnos nem tudunk minden kutyát a lakásban tartani, mert ők azért nem falka kutyák, és az 8-10-et együtt nem lehet tartani, mert akkor komoly gondok lennének. De azért megy a tetésforgóban a csere, tehát egyszer az egyiket látom az egyik kanapén, egyszer a másikat a kanapén. Jó dolog ez a kutyának is? Hát a kutyán mondom a legjobb dolog, amikor a gazdájával van természetesen. Tehát neki végül is ez a dolga, mert egy személy őrzővédő kutya, ő mindig a gazda mellett érzi a legjobban magát. Természetesen. Tehát szóval azért mondom, hogy ezt így kell tartani, igazániból. Buci, neked felnőtt ugye most már a kicsi fiad is nagy fiúvá serdül lassan a kutyák közé, ugyanúgy átadod ezt az állat szeretetet, a bulmasztifok szeretetét, szerinted ő is fogja folytatni ezt a hagyományt, illetve ti folytatjátok majd a testvéreddel a bulmasztifok tenyésztését? Én úgy gondolom, hogy folytatni fogjuk. Azt, hogy a fiam fogja folytatni, azt még nem tudom. Nyilván az állatszeretet az abszolút kialakult benne, hiszen gyerekkora óta, vagy születése óta a bulmasztifok között van. Imádja, szereti a kutyákat, a kutyák ugyanúgy, és a kutyák ugyanúgy érzi benne ezt a szeretetet. János, neked még van cél a tenyésztésedben? Szeretnél még valamit elérni? Hiszen itt most nem mondtuk azt a rengeteg kiállítási eredményt, mindenféle eredményt. Én tudom, hogy te nem ezt szereted, neked nem ez a tenyésztési célod az életben. Hát tenyésztél mindig van tovább. Hát látod, most is itt van, ez egy 10 napos kislány, ebből valószínű, hogy amikor felnőtt kutya lesz, ebből megint meg fogjuk nézni, hogy milyen kölykei lesznek. Természetesen. Na most ebből mindig lesz, és ha neki is lesz kölyke, és amikor még erőm és energiám engedi, akkor addig, amíg élek, addig biztos, hogy lesz bulmasztifunk. És biztos, hogy tovább megyünk. Nyilvánvaló, elég nagy tapasztalat van mögöttem, úgy gondolom, hogy ezt a szemét ki kell használni, amit összegyűjtöttem. Bár a gyerekeimnek átadtam rengeteget belőle, de még azért van egy-két csavar, amit még mi se tudunk. További sok sikert szeretnénk ehhez kívánni, és reméljük egy újabb 10 év múlva ismételten legkorábban elbeszélgetünk megint a fajtáról. Köszönöm szépen. Remény. Köszönöm. Köszönöm szépen.